Tolna vármegyei értékek napján jártunk a Madocsai Dunaparton, ahol 10 órakor a folyó megkoszorúzása volt a program. Fehérvári Tamást, a Tolna vármegyei közgyűlés elnökét kérdeztük a kezdetekről. Amikor elindultunk 2 ciklussal ezelőtt, akkor ugye eldöntöttük, hogy megpróbáljuk a konkrét tervező munka, koordináló munka fölött találni egy olyan összekötő kapcsot, ami a településeken az életet egy kicsit fölélénkít, és akkor javasolták kollégáim, hogy próbáljuk meg, hogy hozzunk össze egy ilyen értékközösséget, és próbáljuk meg a megyei értékeket fölkarolni, és próbáljuk meg a Hungarikum mozgalomhoz hasonlóan egy szinten lejjebb hozni ezt a történetet. Az elején egy kicsit szkeptikus voltam, de csodásan bejött az ötlet. A Tolna vármegyei értéktárbizottság döntése alapján idén 3 értékkel bővült a vármegyei értéktár része. Mindegyik a kulturális örökségek számát növelik, így ezzel a döntéssel jelenleg 482 értéket számlál. Jól érzem magamat, hál' Istennek, hogy sokan megtiszteltek bennünket, hogy akkor tényleg eljöttek erre a helyszínre. Igaz, nem mi csináljuk ezt az értéktáros vármegyét, de azért örülünk neki, hogy ennyi település megmutatja magát itt Marocsán is. Meg tudják nézni, hogy mi a mi értékeink, és közt ez a Dunapart, egy gyönyörű tényleg környezetben, nem tudok szavakat találni rá, hogy tényleg, hogy milyen, mert folyamatosan akármikor lejövök ide, mindig újat mutat az arcából, de hál' Istennek jó az időjárás is, az Úr velünk van. A madocsai gasztronómiai értékek is okkal közkedveltek. A település 1000 éves, 19-ben volt 1000 éves. Ez a lángos nem 1000 éves, hanem friss, most sütötték, de a nyugdíjas kör nagyon finom, mindenkinek javaslom, hogy próbálják ki. A nagyszabású esemény helyszínén szolgáló község értékeiről Törjék Erzsébet beszélt nekünk. A madocsai önkormányzat kért föl bennünket, hogy települjünk ki az egyesülettel, illetve a madocsai értéktár bizottsággal közösen, és mutassuk be Madocsának a mindenféle szépségeit, értékeit. Hátrébb vannak környezetvédelmi témájú bemutatók is, fényképek, illetve ezen a részen inkább kulturális értékekről értékeinket mutatjuk be. Elsősorban a szüreti mulatsággal kapcsolatos dolgokat hoztuk, ezek láthatóak itt. Nagyon nagy érdekesség Madocsán a rigmus. Ez egy vicces mondók, amit minden évben összeírnak, és hangosan felolvassák a szüreti bál kezdetén, illetve a nap folyamán. Azokat ott láthatjuk, illetve amivel még készültünk, Földesi János munkásságát mutatjuk be. Üdvözöllek benneteket, nagyon jól érezzük magunkat. Most egymagam maradtam, mert a többiek elmentek a csapatból a vetélkedőkre. Nagymányok az a régi nagymányoki zárda iskolát próbálta bemutatni, vagy próbáljuk bemutatni. Nagyon sok eszközt hoztunk magunkkal, reméljük, hogy tetszeni fog nektek is. Megyei értékeink még nincsenek fölterjesztve, de folyamatban vannak. Szeretnénk az iskolánkat, kápolnáinkat, illetve múzeumainkat megyei értéktárba felvitetni. A szekszárdi sátornál készült leves különlegessége, hogy a hozzávaló hús Majnai Gábor tenyésztette. Igyekeztünk a szekszárdi értékeket bemutatni, helyi termelőktől hoztunk kóstolókat, saját magunk készítettünk lángost, többfajta ízesítésű lángost, a petricséktől mézes kalácsokat, a tolletejtől sajtot, péksüteményt hoztunk helyi termékektől, illetve igyekszünk egy kis kuriózummal, egy galamblevessel, meg sertéspörköltel szolgálni. Hát kitűnően érzem magam itt Madocsán, a Dunaparton, egy csodálatosan szép környezetben lehetünk együtt, és Tamás is megmutathatja magát ismét a többi megyei település mellett. Mi nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, nagyon sok régi jó baráttal tudunk itt összefutni, beszélgetni kollégákkal, ismerősökkel, és kicsit meg tudjuk mutatni az értékeinket is. Szerencsére Tamásnak is sokféle értéke van. Most úgy döntöttünk, nem turisztikai vagy kulturális értéket mutatunk be, hanem egy teljesen más oldalról közelítjük meg a települést, és virágokat hoztunk, ugyanis a
az önkormányzat közfoglalkoztatási programjának a kertészete virágokat termeszt, amelyek aztán a közterületre kerülnek, vagy az intézményekhez, de a lakosság is megvásárolhatja. Úgyhogy mi ebben készültünk, csodaszépek ezek a virágok, hatalmas munka van bennük, óriási értékek Tamásinak, és azt gondolom a vármegyének is. Ennek a neve Mitch és Flecken, igazi székely csemegék. Én Erdélyből származok, és mindig hozom magammal az erdélyi ízeket ide, Dolna vármegyében is. Ráadásul, aki készítette, egy bakasdi hentes, ő is székely, bukovini székely származású. Elég sokan vagyunk székely származásak Dolna vármegyében, és hogyha ilyen lehetőségeink vannak, akkor mindig bemutatjuk a székely ízvilágot is. A magyar nyelv egy gyönyörű nyelv, a szeretetben benne van az, hogy etet. És így fejezem ki a megye iránti szeretetemet, hogy most a megye napon, aki meg szeretné kóstolni, azok jöhetnek és ehetnek belőle. Az idei rendezvényen több mint 40 település képviselte magát, és mérte össze gasztronómiai tudását, értékeit. Itt az első tekintetben, az első ránézésre nagyon-nagyon szép tálalásokat, nagyon szép ételeket. Eddig nagyon-nagyon színvonalasnak tűnik a verseny, az ízt majd később fogjuk eldönteni, illetve a legmeghatározóbb dolgot. Van egy pontozó lapunk, és akkor ott vannak feltüntetve, hogy a tálalás, az íz, a kreativitás, az állag, tehát ez vannak ilyen meghatározott pontok, és akkor azokat pontozzuk 1-től 10-ig, és akkor így szépen összejön egy pontszám. Böde Dániel, akit a Madocsai Messinek is neveznek, stábunknak nyilatkozni nem tudott, de üdvözli a Tolnatáj televízió nézőit.